Nagyon sok szeretettel köszöntenék mindenkit a Kultúr Kalandor Klub következő összejövetelén. Ez nagyon öröm nekünk, hogy úgy látom, hogy minden hónap utolsó szerdán, vagy most ugye csütörtök helyett most ugye szerdán, egyre többen vagyunk, és azt gondolom, hogy ez is talán azt mutatja, hogy jó úton haladunk, és jó az, amit csinálunk. A mai est vendége Nagy Péter színművész, aki jelenleg a Nyíregyházi Színháznak a tagja, hogy vele beszélgetnénk. Köszöntjük nagyon sok szeretettel. Aki már volt a rendezvényeinken, az tudja, hogy általában mindig egy összefoglalóval szoktuk kezdeni, úgyhogy ez most sem lenne másként, úgyhogy készültünk az elmúlt klub óta, hogy milyen rendezvényeken vettünk részt, és hogy mi történt a klub életében, és aztán készültünk még Nagy Péterről egy kis anyaggal, úgyhogy ezt fogadják szeretettel, és utána pedig beszélgetnénk. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek! Nagyon szerettem József Attilát, többek között József Attilát, és ez nekem fontos vers. Azért fontos, és azért az egyik kedvenc vers, mert én azt hiszem, hogy alapvetően élni nagyon nehéz hit nélkül. És nem a vallásra gondolok elsősorban, hanem a hitre. És ez teljesen felekezettől, teljesen független, sőt, még vallástól is független. És én azt gondoltam, hogy ezért mondanám el most itt ezt a verset. A címe Imádság megfáradtaknak. Alkotni vagyunk. Nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket. És mi, atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándékában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, a sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sírunk. Hogyha arcunk fényét pár könycsebb kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél. Mert a fűszálak sose csordulnak ki. Csak a kardok, a tornyok és az ölő igék. Most mégis megfáradt rám. Imádságoddal keresünk új erőt. És önmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom. Köszönöm szépen a figyelmet. Ehhez, amit ön elmondott, valahogy illik. Az a címe, hogy hajnali beszélgetés a fában szunnyadó Krisztussal. Te öröktől fogva vagy, én 60 éve az anyagbörtönébe zárt rab,
te oldott kéve. Mióta formálom arcodat, te fában, millió idő évgyűrében létezel, visszatársad örömöt ad, lehúnt szemhéjadat, simítja két kezem. Azt kérded, mi úton vagyok, hogy eljussak dobogó szíved közelébe? Mit súgnak nekem a hajnalok, szavaid eszmélkedő, értelmem megértse? Te adod kezembe a vésőt, így látlak, belülről megformáz a fény, mögötted már góriaként emelkedik a nap, áldott lelket lehelsz belém, te vagy a szobrász és én, csak megálmodott, fatörzsből formált, megnyilatkozó, hittel átitatott fadarab. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A 60 éves jubileumát ünneplő mechanikai technológiai tanszék nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai rendezvényen megjelent valamennyi vendégünket. Köszöntöm egyetemünk karunk vezetőit, társtanszékek vezetői képviselőit, társ egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok képviselőit, volt tanítványainkat, valamennyi kollégánkat, jelenlegi és volt kollégákat, és őszintén megköszönöm, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy ezen a napon velünk együtt emlékeznek az elmúlt 60 évre, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen alkalom az nagyszerű lehetőség a régi emlékek, a régi barátságok felelevenítésére, felfrissítésére. Boy, I'm a